Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Egyre hatékonyabbak a bíróságok. Rengeteg ítélet született tavaly embercsempészek ügyeiben. A tavaszi nap is komoly veszélyeket tartogat. Hamar kialakulhat a bőrrák. Védeni kell a gólyákat. Egyre több veszély leselkedik a nagytestű madarakra. Az idei téma a tűzmegelőzés. 9. alkalommal hirdet alkotói pályázatot az Országos Bizottság. Csaknem 10%-kal több ügy érkezett a Tolna megyei bíróságokhoz tavaly, mint 2020-ban. Különösen sok munkát adtak a bíróknak az embercsempészek és a koronavírus szabályok megszegése miatt indult esetek. 2021-ben szinte minden hétre jutott embercsempészek miatt indult büntető per a Tolna megyei bíróságokra. De nem csak emiatt volt különlegesen sok dolguk a bíráknak, hanem azért is, mert sokan szegték meg a koronavírushoz kapcsolódó szabályokat. Erről beszél dr. Csullag Józsefné, a szekszádi törvényszék elnöke a csütörtöki sajtótájékoztatóján. Az eljárási cselekmények időszerű teljesítését gátolta a bírák, az igazságügyi alkalmazottak, a felek, a képviselők, az eljárásban közreműködő egyéb személyek koronavírus fertőzöttsége és karanténkötelezettsége. A sajtótájékoztatón dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke arról beszélt, hogy az egy éven belül befejezett ügyek száma közel 7%-kal nőtt az egy évvel korábbi adathoz képest. Ráadásul a Tolna megyei bírák elsőfokú döntéseinek 78%-a azonnal jogerőre emelkedett, vagyis azokat az érintett felek közül senki nem vitatta. A növekvő érkezés számot a befejezések száma is követte, sőt azt meghaladta, hiszen a befejezések száma így a teljes törvényszék tevékenységére vetítve 11,2%-os volt, ez is meghaladta az országos átlagot. A Tolna megyei bíróságokon tavaly 37 millió forint értékben fejlesztettek, mások mellett felújították a Paksi járás bíróság épületének homlokzatát, és informatikai beruházásokra is jutott a pénzből. Az ünnepkörhöz kapcsolódó termékek árusítóit ellenőrzik a NAV Tolna megyei munkatársai a húsvéti héten. Vizsgálják a számla és nyugtaadást, a szabályszerű foglalkoztatást, az online pénztárgépek használatát, a kasszaegyezőségeket és a forgalmazott áruk eredetét. A revizorok elsősorban a füstölt áruval, tojással, baromfival, idényzöldségekkel és virággal kereskedő vállalkozásokat keresik fel, de az édességárusok is számíthatnak az ellenőrökre. A szabálytalankodó árusok leginkább a nyugtaadásról, illetve az alkalmazottak bejelentéséről szoktak megfeledkezni, de a korábbi akcióknál előfordult már a pénztárgép hiánya és az áfa mérték téves alkalmazása is. Közel 7 milliárd forint uniós forrást fordíthat a kormány okos tantermek kialakítására, jelentette be az emberi erőforrások minisztere csütörtöki sajtótájékoztatóján Budapesten. Kásler Miklós elmondta, a fejlesztés 180 a konvergencia régióban működő állami iskolát érint. Hozzátette, ebből a forrásból komplex fejlesztés valósulhat meg, így nem csak digitális, vizuális eszközök, laptopok, nyomtatók, digitális tananyagok kerülnek az iskolákba, hanem az erre kijelölt tantermek is teljes körű építészeti, gépészeti felújításon mennek át. A miniszter kifejtette, a magyar településrendszer elaprózottsága és az általános iskolai intézményhálózat változatos struktúrája ellenére a kormány igyekszik a tanulás-nevelés feltételeit azonos szinten megteremteni. Egyre több a melanómás beteg. A riasztó számadatok szerint ma az 50-es évekhez képest mintegy 70-szeresére nőtt az esélyek annak, hogy valaki megbetegedjen, ezért a szakemberek a korai felismerés lehetőségeire, az önvizsgálat fontosságára is felhívják a figyelmet. Egyre gyakoribb a melanóma, azaz a festéktartalmú sejtek rosszindulatú burjánzása, amit akár már a tavaszi napsütés is előidézhet. A bőrből kiinduló rosszindulatú daganatok 2-3%-át alkotja, a leggyakoribb daganatok listáján pedig a 8. helyen áll. Az újonnan diagnosztizált esetek száma ma már eléri az évi 3000-et. A szakemberek a megelőzés fontosságára, a rendszeres önvizsgálatra, illetve az évenkénti szűrésre hívják fel a figyelmet. Kiindulhat bőrből is a melanóma. Általában most már annyit mondanak, hogy 60-70%-ban is bőrből megjelenik egy fekete pötty, ami elkezd
növögetni, észre lehet venni, ha valaki odafigyel rá. És a meglevő anyajegyekre is az, hogy változik. Tehát a változás kell. Növekszik, sötétedik, viszket, kidudorodik, tehát más, mint addig volt. Észre szokták venni, aki így tud róla, hogy mit kell figyelni. A melanoma megjelenését több tényező befolyásolja, a legfontosabb a bőrtípus. A felégése hajlamos bőr ápolására nagy gondot kell fordítani. A nap és a szolárium használat olyan mértékben károsíthatja a bőr örökítőanyagát, ami az anyasejtek roncsolásához vezethet, abból pedig könnyen kialakulhat a bőrrák. Érdemes komolyan venni, fényvédőkenőcsöt óvni a naptól, nem kifeküdni a napra. Van, aki jól bekeni magát fényvédővel, utána kifekszik a napra, hát ennek semmi értelme nincsen. A nap az árnyékba, fél árnyékba is rongálhatja a bőrt, és olyankor is be kell kenni. A bőrgyógyászok azt javasolják, hogy amennyiben bőrelváltozást észlelünk, célszerű segítséget kérni. A kicsi, szokatlanul hirtelen, újonnan megjelenő bőrképletek is gyanúra adhatnak okot. Személyigazolványok, útlevelek, jogosítványok és műszakik ezrei vesztik érvényességüket június 30-án. Az iratok többsége ugyan a koronavírus járvány miatt addig még érvényes. A kormányablakok mindenkit arra kérnek, ne halasszák az utolsó pillanatra a szükséges ügyintézést. A gépkocsik friss műszakiához például adott esetben szervizre van szükség, így az ottani bejelentkezést vagy esetleges várakozást is figyelembe kell venni. 2400 új koronavírus megbetegedést igazoltak csütörtökön idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.868.007 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 37, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 45.721 főre emelkedett. 1688 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 50-en vannak lélegeztetőgépen. Tolna megyében 55 új fertőzöttet regisztráltak csütörtökön. Ezzel a járvány kezdete óta 39.522-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Visszatértek a gólyák Magyarországra, a sok településnek a címerében is megjelenő állatokra viszont egyre több veszély leselkedik idehaza, ezt mondják a szakértők. A nagytestű madarak védelme érdekében mi is tehetünk pár dolgot. A jó idő beköszöntével egyre több villanyoszlopon látni újra gólyákat. Van, amelyik madár most ért vissza Afrikából, viszont már az sem ritka, hogy nálunk telelnek. A szakértő azt mondja, a nagytestű szárnyas állatok most elsősorban a régi fészkek felújításával töltik az idejük nagy részét. Erre azért van szükségük, mert hamarosan kezdődik a költési időszak. Hága Krisztián, a Magyar Madártani Egyesület önkéntese azt mondja, a gólyák egyre nehezebb helyzetben vannak a mezőgazdasági növényvédőszerek terjedése miatt. Ami esetlegesen probléma lehet ilyenkor a mezőgazdasági területeken a rágcsálóknak az írtása, méreggel való írtása, ezt sajnos, hogyha a gólyák megeszik, akkor ők ugyanúgy több rágcsáló elfogyasztása után ebbe belepusztulhatnak, de bízunk benne, hogy ez inkább a korai-tavaszi időszakra tevődik a mezőgazdaság területén is. További problémát jelent, hogy amikor a fiókák ki akarnak repülni, nekivágódhatnak a villanyvezetékeknek, ettől pedig minden évben több tucat madár kap halálos áramütést idehaza. Azonban nem csak a fiatal egyedeket, de az oszlopokon pihenő öreg madarakat is nap mint nap fenyegeti a rövid zárlat, az áramütés és a vezetéknek ütközés veszélye. Időközben túl sok mindent sajnos nem tettünk értük. Lakossági bejelentéseket az esetlegesen megrongálódott, lecsúszott fészkekre lehet tenni, de ennek nem ez az időszaka, tehát amikor a gólyák elmentek, akkor az ősztől tavaszig tartó időszakban várjuk, illetve várják a természetvédelmi szakemberek az ilyesfajta bejelentéseket. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület önkéntesei ennek kiküszöbölése érdekében egyre több helyen helyeznek el úgynevezett gólyakosarakat. Ezek az esetek nagy százalékában megvédik a gólyákat. Április 8-a a Nemzetközi Roma Nap, amelynek célja felhívni a figyelmet a romák társadalmi helyzetére. Az ünnepet hivatalosan 1990-ben a Nemzetközi Roma Unió 4. világkongresszusán alapították. Magyarországon 2012 után fokozatosan mind nagyobb figyelem övezi a Nemzetközi Roma Napot.
Többször megpördült, majd az útmenti árokba csapódott egy autó Tamási és Irek szemcsek között. A baleset okát egyelőre vizsgálják a rendőrök. A kocsiban csak a sofőr ült, ő könnyebb sérülésekkel megúszta. Nagymányok közelében pedig megcsúszott egy autó és felborult. Az utas és a vele utazó 13 éves gyerek csak a szerencsének köszönhetik, hogy nem sérültek meg. A rendőrség azt kéri a közlekedőktől, vezessenek óvatosan. 9. alkalommal hirdette meg alkotói pályázatát az Országos Tűzmegelőzési Bizottság. A pályamunkákat április 30-áig lehet eljuttatni a Tolna megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek minél korábban információt kapjanak a tűzmegelőzésről. Bán Attila, tűzoltósági főfelügyelő elmondta, a legtöbb szabadtéri tűzeset emberi mulasztás miatt történik. A Wunderland óvodába járó gyerekek testközelből nézhették meg a tűzoltáshoz szükséges eszközöket, hogy ihletet kapjanak az idén is meghirdetett alkotói pályázathoz. Katona Kende elmondta, milyen felszereléseket vett elő a tűzoltó a járműből, ami védi a lánglovagok életét. Mindenféle kabátot, meg kesztyűt is, meg csizmát is. A bátrabbak a sisakot vagy a kesztyűt is felpróbálhatták. Eigner Dominika is szeretne részt venni a rajzversenyen. Tőle megtudtuk, mit is csinálnak a tűzoltók. Ha tűz van, akkor el szoktak menni tüzet oltani, távol tüzet, meg lakásba tüzet, a konyhába tűz van, és láttam a tűzoltóba egy ilyen csövet, amiben locsolják a vizet. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság már 9. alkalommal hirdette meg ezt az alkotói pályázatát, melyre minden óvodás, általános és középiskolás gyerek jelentkezhet. Idén olyan alkotásokat várnak, amelyeken a tűzmegelőzés és a tűzvédelem fontosságát ábrázolják a gyerekek. Lehet rajzolni, festeni, makettezni, verset vagy mesét írni. A Wunderland óvodában már több éves hagyomány, hogy csatlakoznak a pályázathoz. Tavaly a legkreatívabb óvoda címet is elnyerték. Nagyon szívesen rajzolnak a gyerekek, és évről évre már nem is meglepetés, hogy van ilyen, várják ezeket az alkalmakat, és beküldjük a rajzaikat. Bán Attila, tűzoltósági felügyelő elmondta, tavaly 485 alkotás érkezett az igazgatósághoz Tolna megyéből. Én azt gondolom, hogy mindig korábban kell kezdenünk azt a dolgot, amikor is a gyerekeket a tűzmegelőzésre, a tűzzel való kapcsolatra tanítjuk, hiszen elég sok sajnos az olyan jellegű tűzeset, ahol mi emberi mulasztások következtében keletkezik, és hogyha már tisztában van azzal a szabállyal, hogy is kellene, miképpen lehet megelőzni, vagy éppen az oltásába tevékenykedni, akkor már nyert. Én azt gondolom. A pályaműveket április 30-áig lehet benyújtani, postán vagy e-mailen, előzetes egyeztetés után személyesen a korcsoport és kategória megjelöléssel az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokhoz. Regionális híreink következnek. Idén már 27 vonatbaleset történt az országban. Biztonságos átkelésre szólít fel a rendőrség és a MÁV. Sokszínűség, elfogadás, tolerancia. A fogyatékkal élőkre hívta fel a figyelmet az amerikai motivációs szónok. Húsvéti látványosság. Több ezer dísz a kéthelyi tojásfán. Drasztikus módon emelkedett a súlyos sérüléssel, olykor halállal végződő közúti balesetek száma vasúti átjárókban. Ezen a héten már két ilyen szerencsétlenség történt. A rendőrség és a MÁV arra kéri a közlekedőket, hogy az eddigieknél is körültekintőbben közlekedjenek. Április 5-én Mindszent határában történt egy súlyos vonatbaleset, melyben öten vesztették életüket. A motorvonat az eléhajtó teherautót elsodorta, majd kisiklott és az oldalára borult. A vonatvezető ugyan mindent megtett, hogy lassuljon a jármű, de elkerülhetetlen volt a baleset. Ez volt a 26. idei útátjárós baleset, és sajnos azóta már ma 7-én hajnalban egy újabb történt. Sárvár állomásra egy tehervonat haladt be, és az ott lévő útátjárónál ütközött egy személygépkocsival. Én úgy tudom, hogy a kocsi, az autó vezetője szintén sajnos elhunyt. Több száz méter, akár 800-900 méter is lehet egy vonatnak a fékútja, attól függően, hogy milyen a tömege, milyen a súlya, mekkora a sebessége, és milyenek az időjárási körülmények. 2020-ban 62, tavaly 86 alkalommal történt baleset vasúti átjárón. Idén már 27 ilyen eset volt, melyből 15 végződött halállal.
A tilos jelzés a gyalogosokra, a kerékpárral közlekedőkre, sőt a megkülönböztető jelzést használó, vagyis szirénázó autókra is vonatkozik. A vonatszerelvény gyorsan halad, és mire észleli a vezetője a sínen álló vagy odatartó másik járművet, már nem tud megállni. A vasúti szerencsétlenségeket általában az okozza, hogy a járművezetők körültekintés nélkül hajtanak be a vasúti átjárókba. Ezeknek a járművezetőknek és az utasaiknak is egyaránt igen kevés esélyük van a túlélésre, hiszen a vonatok féktávolsága több száz méter is lehet. A vasúti szerelvények vezetői ilyenkor már nem tudják elkerülni a balesetet. A fénysorompóval biztosított vasúti átjárón csak akkor szabad áthajtani, egyrészt ha fénysorompó villogó fehér jelzést ad, ha körülnézéssel meggyőződtünk az áthaladás veszélytelenségéről, illetve hogyha lehetőség van a folyamatos áthaladásra, tehát nincs torlódás. Mindkét általunk megkérdezett szóvivő kiemelte, hogy a vasúti átjáró fehér villogó fénye csupán azt jelzi, hogy a biztosító berendezés megfelelően működik, tehát a fehér jelzés nem szabad jelzés. Elfogadás, sokszínűség, tolerancia, ezekre fektet nagy hangsúlyt Angel Jufira. Az amerikai színésznő modell és motivációs szónok most Pécsre látogatott, ahol az egyetem orvoskarán tartott előadást. Az angol-német hallgatói önkormányzat meghívására érkezett vendég a világ egyik legmodernebb bionikus karját viseli, ugyanis születésétől testi fogyatékkal él. Tapasztalatait osztotta meg a közönséggel, valamint arról is beszélt, hogy hogyan érhetik el céljaikat a fogyatékkal élők. Idén 7. alkalommal rendeztek motivációs beszédet a Pécsi Egyetem orvoskarán. Az angol-német hallgatói önkormányzat korábban neves előadókat hívott meg. Most is így tettek, ugyanis Angel Jufria beszélgetett az egyetemistákkal. A vendég a fogyatékkal élők egyik nagy szószólója Hollywoodban. Színésznő előadó vagyok. Olyan témákról szoktam beszélni, mint a fogyatékosság bemutatása és a technológia ezen a területen. Én is fogyatékossággal, a bal alkarom nélkül születtem, mégis egész életemben színészként dolgoztam. De többek között filmek, televíziós műsorok, videójátékok, képregények és novellák készítésében is részt veszek. A világ egyik legkorszerűbb protézisét viselem, ami piacra került. A figyelemfelhívó beszélgetés célja a leendő orvosok érzékenyítése, egy empatikus és befogadó társadalom megteremtése. Előadásában elsősorban arra szeretne rávilágítani, hogy miként kovácsoljunk hátrányainkból előnyt. Az egyetem angol-német hallgatói önkormányzatának meghívására érkeztem Pécsre, hogy tartsak egy motivációs beszédet a hallgatóknak. Arról beszélgettünk, hogy nekem, mint testi fogyatékkal élőnek milyen tapasztalataim, problémáim voltak az életem során. Hogy a gondozók, ápolók mennyi mindent tettek meg értem, és azért, hogy színésznő lehessek. Szerintem nagyon fontos, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról azokkal, akik az életünk részei. Angel egyébként nagy hangsúlyt fektet az elfogadásra, a sokszínűségre és a toleranciára, ezért több ízben is felszólalt már hasonló nyilvános beszédei során. Ezek mellett pedig a technológiai kérdésekben is jártas, köszönhetően a csúcs technológiás bionikus karnak, amit visel, így ezekben a kérdésekben is szívesen áll a hallgatók rendelkezésére. Fonott, hímzett, faragott és más kézzel készített művek is díszelegnek a két helyi tojásfán. A somogyi településen 2015 óta várják így a húsvétot minden évben. Idén több mint 10 000 dísz lóg a fáról. A látványosság mára már országosan ismert, sokan megcsodálják személyesen is az ünnep közelettével. Kék, sárga, fehér és mintás tojások is kerültek a két helyi tojásfára. A település központjában felállított fára bárki elhelyezhet egy-egy díszt. Ákos is minden évben segít a munkálatokban. Nagyon szép, mindig szoktunk sokszor segíteni, hogy minél gyorsabban kész legyen, és mindig kiszoktunk jönni az unokatesóimmal is segíteni. Marika néni énekkari próbára menve is felakasztott egy-egy tojást a fára. Az énekkar is vett rá tojásokat, sőt én is hoztam rá már, úgyhogy az egész családom mindenki. Nem csak nézegették, hanem fotózkodtak is a két helyi tojásfa előtt a turisták. Volt, aki a helyi látványosság miatt érkezett a somogyi településre. A kisfiam az most látja először, és tetszik neki, meg szép is szerintem. Lengyelországból, Ausztriából, de Magyarország számos településéről is küldenek különleges tojásokat két helyre. Így gamási, niklai, budapesti és soproni tojások is díszítik a fát, amely ma már a település jelképe.
2015-ben állítottuk az első tojásfát, akkor még csak pár száz darab tojást helyeztünk el a fára a település központjában, egy másik helyszínen, de kinőttük azt a helyszínt, évről évre szaporodott a tojásoknak a száma. Második évben azt gondoltam ki, hogy annyi tojást helyezünk fel a fára, ahányan laknak a településen. Hát ezt akkor, ugye 2300 fölött van egy kicsivel a település lakosság száma, akkor az bőven túlszárnyaltuk, és így évről évre ugye ahogyan gyűjtögettük, mindig több lett, mert az előző években felhelyezett tojásokat, azokat visszafelrakjuk a fára. Idén több mint 10 000 tojás díszíti a fát, amely mellett egy 2,5 méteres hungarocell festett tojást is felállítottak. A nagy tojás mellett kisebb hungarocell tojások is ki vannak helyezve, ami itt a háttérben látszik, ezeket is szintén mi készítettük saját magunk, általános iskolások, óvodások, értelmi fogyatékosok otthonának a lakói festették meg a mintákat. A tojások mellett egy nagy szénanyúl is található, ez egy acélvázas nyúl, amit szénával vontunk be, ez is nagyon nagy sikernek örvend az ide látogatók között. Újdonságként pedig egy tojásfolyosó is várja az érdeklődőket két helyen. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Egyre hatékonyabbak a bíróságok. Rengeteg ítélet született tavaly embercsempészek ügyeiben. A tavaszi nap is komoly veszélyeket tartogat. Hamar kialakulhat a bőrrák. Védeni kell a gólyákat. Egyre több veszély leselkedik a nagytestű madarakra. Az idei téma a tűzmegelőzés. 9. alkalommal hirdet alkotói pályázatot az Országos Bizottság. Szombaton erőteljes hidegfront érkezik térségünkbe, viharossá erősödő északnyugati szél eltör majd be. Vasárnap is az ország nagy részén erős marad a szél. Hétfőn változóan felhős napos időre van kilátás. Délelőtt valószínű több napsütés, míg délután szorványosan futó záporok alakulhatnak ki. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!